századforduló éveiben az olasz kar dicsőségétől visszhangzott a sportvilág. Néhány eredeti felvétel 1931-ből. A győzelmek Italo Santelli vívó mester nevéhez fűződtek, aki egyéni stílusával később a magyar kardvívást is forradalmasította. A világhírű olasz mester emlékére minden évben megrendezik az olasz-magyar utánpótlás körmérkőzést. A versenyzők 36 asszót vívnak a Santelli kupáért. Magyar részről most Mendelényi, Horváth, Szerencsés, Demeter, Delneki és Kardos száll szembe a hattagú olasz csapattal. Az izgalmas kardverseny eredményét csak a legutolsó összecsapás döntötte el. Magyarország csapata szoros küzdelem után végül is 19-17 arányú győzelmével ez évben immár ötödször nyerte el a Santelli kupát.